A katódsugarak előállításához az atomokkal való ütközések elkerülésére 1 pászkál alatti nyomás szükséges. Ilyen alacsony nyomáson csak az üvegedény felületén várhatók fényjelenségek. A kilépéshez és a kellő sebesség eléréséhez szükséges magas feszültséget szikrainduktorral állítjuk elő. A katódsugarak mágneses térben, a Lorentz erő által kijelölt irányban haladnak. Pályájukat a cső belsejében elhelyezett fluoreszcens ernyő teszi láthatóvá.